A május 1-től bevezetett ügyeleti rendszer megszűnt. Az újranyitás azt jelenti, hogy a bölcsödék és az óvodák a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a gyerekeket a szokott feltételek szerint további feltételek előírása nélkül fogadják. Helyszíni tudósításunk következik. Mi jelenleg a helyzet a bölcsődei férőhelyek számát, illetően kik veszik igénybe, és mi várható az elkövetkezendő időszakban? Jelenleg a két telephelyünkön, ugye ügyeletben vagyunk még, ügyeleti nyitvatartási rendben működünk. A két ügyeletben a 35 ügyeleti férőhelyre 27 kisgyermek van jelen, ők veszik igénybe ezt a szolgáltatást. Hétfővel ez az ügyeleti létszám már 33 főre emelkedett volna, meg hát emelkedik is, de mivel a 2015/2020-as kormányrendelet a bölcsödék újranyitását lehetővé tette, így ez a létszám már 47-50 főre fog felszaporodni hétfővel. Akkor ez azt jelenti, hogy a szülők felől érkezett visszajelzések alapján hozzák a gyermekeket a bölcsödében. Van-e valamilyen különleges feltétel, aminek meg kell felelni ugye így a vírushelyzetet követően? Igen, a szülők, ők kísértesültek erről a rendeletről, és folyamatosan kerestek bennünket. Voltak itt mi, kerestünk föl telefonon. Néhány változás, kiszabályt azért mi is hoztunk, ugye sokkal több látogató fog érkezni a bölcsödénkbe, szülő, kisgyermek. Ez igazániból a gyermekek reggeli átvétele és hazadásánál fog majd történni. A szülőktől kérjük, hogy mindenféleképpen szájmaszkot használjanak, rögtön készfertőtlenítést kérünk tőlük, ami ugye tehát biztosítva van a hozzá szükséges készfertőtlenítőszer, valamint kérjük a szülőket, és ehhez a kis türelmüket is, hogy az átadó helyiségünkben, ahol a gyermekek öltöztetése történik, egyszerre csak két fő és a kisgyermekek tartózkodjanak. És még az legfontosabb, hogy csak teljesen egészséges kisgyermeket vehetünk be a csoportba. Házi rendünkben ez amúgy is benne van, de most még fokozottabban fogunk erre a házi rendünk ennek a pontjára támaszkodni, és kérjük a szülőket, hogy tényleg csak egészséges gyermeket hozzanak közösségünkbe. Akik újonnan hozzák a gyermekeket, ugye a beszokatás ismertebb nevén, van erre mód lehetőség, elindul-e? Természetesen. Ugye van olyan kisgyermek, akinek a járvány időszak előtt megkezdődött a beszokatása, ő neki sajnos akkor ugye megszakadt a beszokatása, vagy csúsztak ugye ezek a beszokatások, de fölvettük már a kapcsolatot a leendő bölcsiseink szüleivel, új időpontokat egyeztetünk velük, és természetesen meg fogjuk történni ezeknek a gyermekeknek a beszokatása. A nyár folyamán az intézmény nyitvatartását illetően mi lesz majd? Én úgy gondolom, hogy a nyári időszakban nem tartunk, én úgy tervezem, nem tartunk szünetet, hiszen azokat a takarítási, fertőtlenítési munkákat, amiket egyébként is folyamatosan végzünk egész évben, megtörténtek, kisebb karbantartások is, és tudom, hogy a szülők most minden lehető szabadságukat kimerítették a vírus járvánnyal kapcsolatban. És így mi szeretnénk megkönnyíteni nekik a nyári nem bezárással, hogy végig biztosítjuk gyermekeik számára a napközbeni felügyeletet, ellátást.